Azonosítatlan repülőtárgyak, jövő és űrkutatás, megmagyarázatlan jelenségek, parapszichológia. UFO magazin. Keresse az újságárusoknál. Aura, telepátia, bioenergia. A csodák úgy tűnik lassan valósággá válnak. Fénygömbök, hologramok, ufonauták. Egyre több és több hiteles szemtanú állítja, hogy léteznek. A körülöttünk zajló fantasztikusnak félt jelenségeket sokféleképpen lehet értelmezni, de elhallgatni már nem. UFO krónika. Hírek, információk, UFO esetek. Megalakult az Országos UFO Szövetség. Érintettek találkozója Pápán. Már kapható a bioenergia mérő. UFO tábor a Dunakeszi repülőtéren. Nemzetközi kongresszus Budapesten és Debrecenben. Sok viszontagság után 1994. január 18-án debreceni központtal megalakult az Országos UFO Szövetség. Az év második felében már több mint 20 klub vagy szervezet jelezte belépési szándékát. Tarcali Gábor elnök a szövetség létrehozásának céljáról beszél. A Magyar UFO Kutató Szövetségnek tulajdonképpen három alapvető célja van. Az, hogy összefogja a Magyarországon működő UFO kutató szervezetek munkáját, képviselje azoknak az érdekeit, és megpróbáljon valamilyen anyagi lehetőséget teremteni a munkájuk végzéséhez. A Magyarországon működő UFO kutató szervezetek, kisebb-nagyobb UFO kutató szervezetek ez idáig egymástól függetlenül dolgoztak, és az információcsere, tapasztalatcsere nem igazán jól működött a szervezetek között. Ezért feltétlenül fontos, hogy az UFO szövetség keretein belül ez a kérdés megoldódjon. A másik része, amiről beszéltem, az érdekképviselet ezeknek a szervezeteknek. Egy nagy szervezet, egy olyan szervezet, amely magában tömörít minden fontosabb Magyarországon működő UFO kutató szervezetet, sokkal nagyobb eséllyel léphet fel, akár a hivatalos szervek, folytatott tárgyalásokban, akár máshol az UFO kutató szervezetek érdekeinek képviseletében. És ami egy szintén nagyon fontos dolog, az az, hogy az UFO kutató szervezetek Magyarországon ez idáig saját anyagi finanszírozásból teljesen amatőr alapon végezték a munkájukat, ami igen nagy nehézségeket okozott, hiszen azért elég sokba kerül az UFO kutatás, az UFO esetek kivizsgálása, és az UFO szövetség felvállalta azt is, hogy megpróbál anyagi lehetőséget teremteni, megpróbál támogatókat szerezni, és ha sikerül, akkor ezen összegek, ezen támogatásokkal az UFO szövetség tagszervezeteit kívánja támogatni. Érintettek találkozója volt a címe annak a rendezvénynek, amelyet a Pápai UFO Klub szervezett. A háromnapos programot Hargitay Károly UFO kutató szakíró nyitotta meg. Én eleve elhiszem azt, hogy valaki látott UFO-t, mert láttam én is, vagy 20-22-t, már nem is számoltam 10 után. Elhiszem azt, hogyha valaki azt mondja, hogy látott hologramokat, én is láttam. Ha véletlenül azt mondaná, hogy látott eltűnni tárgyakat az óra elől, azt is elhiszem, hogy én is láttam. Hogyha azt mondja, hogy látott tárgyat megjelenni a levegőben, a semmiből, azt is elhiszem, én is láttam. Azt mondja, hogy látott, mi a kulcs a plazma lényeket, akár a szobájában, akár a balkonján, elhiszem, kérem, én is láttam. Ha azt mondja, hogy egy éjszaka furcsa dolgok történtek vele, és másnap ott voltak rajta különböző furcsa sebek és szúrások, elhiszem, kérem, ez velem is megtörtént. Ha valaki azt mondja, hogy valamilyen formában fölvették vele a kapcsolatot, én elhiszem, kérem, mert velem is fölvették. A programban filmvetítés, előadás, szakemberekkel való személyes találkozás és sok-sok közös beszélgetés szerepelt. Már sorozatgyártás alatt van a dr. Egeli György által kifejlesztett bioenergia mérő. Végre Magyarországon sorozatgyártás alatt van egy ilyen kis műszer. Mi is ez tulajdonképpen? Vitalitásmérő, vagy életenergiamérő, vagy bioenergiamérő. Mit jelent az egyszerű emberre lefogalmazva ez a? Ez a vitalitás mutatja azt, hogy mennyire vagyunk egészségesek, vagy mennyire vagyunk betegek. És érdekes módon ez egy teljesen különálló, mérhető
fizikai mennyiség, amit hiába keresnénk a fizika könyvekben, most nincs meg. Ám ez egy objektív módon létező dolog, ugyanúgy, mint az elektromos áram vagy hőáram, de ez nem a megszokott mennyiségeink egyike. Van-e az országban már hasonló ehhez fogható műszer? Nem csak az országban, hanem tudomásom szerint máshol sincs. Ez az első sorozatgyártásra került értechnológiai eszköz. Akkor ez dr. Egeli György szabadalma tulajdonképpen, ez a kis műszerecske? Hát legalábbis évek óta várom, hogy megkapjam a szabadalmat. Hát mindenütt nagy fejfájást okoz a hivatalnokoknak, hiszen egy olyan energiát mér, amit ugye hivatalosan nem ismernek. Tehát akkor még mindig gondok vannak a papírokkal, nem ismerik el, vagy ez jelent problémát tulajdonképpen? Én azt hiszem, hogy ez még hosszú ideig problémát fog jelenteni. Az elkövetkezendő, mint tudom én, 10-15 évben ez még probléma lesz. De ettől függetlenül ez a kis műszer sorozatgyártása ott van? Igen, sorozatgyártás. Még az idén 10 000 készüléket szeretnénk legyártani. Ez 1500 példányból az egyik. Hogyan lehet hozzájutni ilyen készülékhez? Az életkristály hálózaton keresztül és Budapesten az Aquapol cég kirendeltségében, Damjanich út 45-ben. UFO kutatók és UFO hívők minden év nyarán közös táborokat szerveznek. Ebben az évben a Dunakeszi repülőtérre látogattunk, ahol a Hermann Oberth Társaság lelkes kis csoportja tanyázott. Riporterünk Koncz Istvánnal, a szervezet elnökével, és Pusztai Sándorral, az UFO magazin főszerkesztőjével beszélgetett. Úgy tudom, ön a táborvezetője. Mi a cél ennek a tábornak? A tábor fő célja az, hogy a Hermann Oberth Társaság külső munkatársait és külső érdeklődőket megismertessük mindazokkal a jelenségekkel és problémakörökkel, amik kapcsolódnak az UFO jelenség és az UFO jelenséggel kapcsolatos problémák kutatásához. Táborok rendszeresen vannak évről évre. Pusztai Sándor minden évben ellátogat ilyen táborokba. Ebben az évben hol voltak ilyen táborok? Valóban igaz, hogy hosszú évek óta már hagyomány, hogy a különböző UFO kutató klubok, szervezetek az ország különböző pontjain táborokat, összejöveteket tartanak. Ezek a táborok létszámokban eltérőek, és azt hiszem programjaikban is. Ilyen tábor az idei évben volt például Salgótarjánban, volt Miskolcon, de volt Pápán, volt Magyaregregyen, és hát itt Dunakeszin is összejöttek a fiatalok. Ön hogy tapasztalja? Növekszik az érdeklődés UFO irányban? Azt kell mondanom, hogy mindenképpen növekszik az érdeklődés, de tulajdonképpen változott ezeknek a táboroknak a szerepe, a programja is. Erre jellemző példát tudnék mondani, hogy mind Salgótarjánban, mind pedig Miskolcon hosszú évek óta elsősorban a science fiction után érdeklődők jönnek össze. Van, amelyik például salgótarjáni szinte évtizedes hagyományokra vezethető vissza. Ennek ellenére az elmúlt években és az idejében pedig már különösen szinte csak egy téma szerepelt a programban, ez pedig az UFO-k, vagy az azonosítatlan repülő tárgyak, vagy pedig a megmagyarázatlan jelenségek. A színvonalas előadások, filmvetítések és éjszakai megfigyelések mellett természetesen nem maradt el a sétarepülés sem. Ilyen még nem volt. A nyitás után egy órával már nem lehetett bejutni a budapesti Pataki Művelődési Központba. Az UFO magazin és a budapesti UFO klub rendezésében a Kozmikus Civilizációk elnevezésű nemzetközi UFO konferencián 31 előadó garantálta a változatos programot. Dr. Szilágyi Mária egy sokakat érdeklő témáról tartott előadást. Megpróbáltam párhuzamot vonni, a közös vonásokat megtalálni a hipnózis, az álomtevékenység és a fantázia élmény között. Hát tulajdonképpen a hipnózis az egy mesterségesen előidézett állapot, megfelelő szakember segítségével egy olyan állapotba lehet hozni valakit, amikor hát lehet dolgozni a tudatalatti tartományával. Az álom az egy spontán módon létrejövő dolog, ha akarjuk, ha nem álmodunk, még akkor is álmodunk, amikor úgy érezzük, hogy nem álmodtunk és nem emlékszünk az álmainkra.
Tehát nyilvánvaló, hogy bár az agytevékenység hasonló az álomban is és a hipnózisban is, hasonló dolog zajlik le a fantáziába. A fantázia az megint egy spontán dolog, de ez bizonyos mértékig határokat tudunk szabni a fantáziánknak. Hogy hipnózisban most álomtevékenység jelenik meg, vagy pedig maga az álom zajlik, hát én azt hiszem, hogy ezt remekülen lehet különíteni egymástól. Bár álomban is ugyanazokat az élettani mutatókat, változásokat lehet tapasztalni a személynél, viszont az egy hosszadalmas állapot. Hát eleve lefekszünk aludni, és egy 7-8 órás alvási idő alatt 5-6 álomperiódus zajlik le, tehát folyamatosan egymást követik a mély alvások, a középmély alvások, felszínes alvás, és a felszínes alvás után az álomtevékenység zajlik, és utána megint belealszunk. És időkorlátok nincsenek. Az álomnál, amíg a hipnózisnál, maga a hipnoterapeuta határozza meg, hogy meddig tart a hipnózis folyamata. A rendezvény díszvendége volt az Amerikából hazalátogató Kevicki Kálmán nyugalmazott ezredes, az IKUFON Nemzetközi UFO Szövetség elnöke, aki már több évtizede foglalkozik UFO kutatással. A Florida Straits, ez Kuba és Florida között van, az UFO sugárlövéssel egy MiG-21-es szovjet-kubai vadászgépet semmisített meg. Hölgyeim és uraim, nem megsemmisített. A kísérő gép jelentése szerint a gép robbant, és utána eltűnt. Sós Tibor az 1952-ben lezajlott washingtoni nagy UFO demonstráció körülményeiről faggatta. Fölkeltette a figyelmemet az, hogy újságok tele voltak, hogy Washington fölött megjelentek űrhajók, UFO-k, stb. És elkezdtem olvasni az újságokat, és rájöttem arra, hogy tulajdonképpen egy demonstratív tüntetés volt Washington fölött 1952. július 19-20, majd három nappal utána egy másik hullám volt. Tudni kell azt, amit ugye az idővel földerítettünk, 1952-ben az atomkísérletek telerede, az Ede bácsink, ugye csináltak kint Nevada-ba a hidrogénbomba kísérleteket, ott mentek a nagy kísérletek a falfegyverekkel, Obert Herman, behívták a Reston Arzenál, átcsempészték Németországból. Féltek, aztának összes náci ide jön csinálni azért az űrkutatást Amerikának, ugye? Mert a Wernher von Braun már egy nagy tímmel bent volt. Behívték az Obertet, mert a Wernher von Braun azt mondta, kérem, az Obertre van szükség, mert Amának az űrkutatását az Egyesült Államoknak Obert nélkül nem tudjuk továbbvinni. Így Obert is bejött még a képbe. Mint valóban, hogy az Associated Press mondotta, the world greatest scientific mind, a világ legnagyobb tudományos agya. Szóval ezek a kísérletek mentek. Egész Nevada el volt árasztva röpülő fénylő pontokkal. La Paz, nagyon híres tudós, azt mondotta, kérem, ezek a fénylő pontok, ezek intelligens lények által vezetett, mert formációba repülnek, és egy szisztematikusan olyan helyeken tűnnek fel, ahol a kísérletek vannak. Szóval ezek voltak az egyik a Nevada kísérletek, de 1952-ben most érek le arra, amit az előbb kénytelen voltam elvágni. Két óriási esemény történt 52-ben. Az egy, Teller Edének a zenévetok Air Force Base-en robbantották az első hidrogénbombáját. A másik pedig Anglia az első atombombát robbantotta Ausztráliától észak-nyugatra a csendes óceánon egy hajóroncson. Szóval itt ezek a kísérletek. Ezeket összeadjuk, hogy koncentrálódtak 52-re, jóikos volt, hogy Washington fölött megjelentek az irhajók, két hónappal előtte csak szorványosan történnek a berepülések, és ez a bizonyos napon éjjel Washington fölött megjelentek az irhajók. Egy olyan borzalmas tejetlenség és ijedelem volt a Pentagonban,
Igen. Hát nem tudtak mit csinálni. Hát tudták már a második világháborúban, hogy ezek ellen se fegyveresen nem tudnak semmit se csinálni. Semmi az égvilágon nincsen, de tudták azt is, hogy ártatlanak. Hogy úgynevezett semmiféle beavatkozás, vagy fegyveres, vagy bármiféle beavatkozás nem gyakorolnak az emberiséggel szemben. Nem veszélyesek. Úgy van, szóval nem veszélyesek. De mindenkinek közt féltek, hogy hát hiába ott voltak Washington fölött, Fehérház helyett jöttek a Pennsylvania Avenue, föl az Andrew légibázistól, az elnöki repülőtértől. Ugye hát meg voltak ijedve, hogy valami történni fog, mert eldugták még a légierőt is, hogy nehogy véletlenül is fölrepüljenek ellenük. Igen. Szóval itt volt egy nagy berepülés, két napokkal megint megjelentek, akkor fölmentek ellenük a gépek, a modern jettek, de le van írva a könyvbe, a Rupert százados írja, hogy micsoda fantasztikus taktikával dolgoztak. Azt mondja, elment a gép, rányította, rá akart lőni, abban a pillanatban eltűnt. Ez egy szédületes. Az érdekesség az, hogy az a bizonyos űrhajónak a személyzete, igen, nem a te fizikai végrehajtásodat, hogy trigger, hogy megindítod a rakétát, igen, hanem amikor a gondolatodba jön, amikor kapod az utasítást, már ő azt tudja. Igen. Ez nem az első eset, mert ugyanezt Nekrabábnál, Iránba, amikor ott is röpültek fel az UFO, nem tudta elsütni a kioldókészüléket. Szóval ez egy nagyon érdekes valami, hogy ezek előre tudnak, és körülbelül 10 hivatalos esetünk van, amelyik ezt bizonyítják. Szóval ez volt egy óriási jelentőségű valami. A még óriási volt, amikor rádöbentem arra, hogy baj van, mint katonaember, az történt, Amerika lázban volt. Mert nem csak Washington fölött jelentek meg, hanem mindenütt az újságok hozták az UFO-kat. Itt vannak, ott vannak, amott vannak. Olyan óriási pánik hangulat indult el az Amerika fővárosába, hogy Stanford tábornok, a légierő hírszerző osztálynak a vezetője tartott egy óriási sajtótájékoztatót. Sajtótájékoztatón esél hasra, tudom, hogy mondott, azt mondta, hogy hőmérséklet változás volt Washington felett. Hát ide hallgass. Ha ezt egy kutyának beadják, még az is megveszik tőle. Még egy hónap sem telt el, és újra UFO-król beszélhettünk Debrecenben. A HUFON, országos UFO-kutató hálózat, nagyszabású, kétnapos rendezvényén. Látni valóban itt sem volt hiány. Az érdekes előadások meghallgatása mellett bárki kezébe vehette például a gyermekfej nagyságú 5 kg-os meteoritot, vagy megmérhette pillanatnyi bioenergia szintjét. De a legnagyobb szenzáció a 3 egyenlő részre vágott magnéziumrúd volt. Bakó László 20 évvel ezelőtti emlékképeket idéz fel, mikor a rudacskák eredetéről faggatjuk. Kint aludtam. A ház előtt a terasznak is mondhatjuk, de volt egy kis fedele, nem tudom megnevezni, hogy mi legyen ez, és egy meleg csillagos éjszaka volt, és meghallgattam a 10 órás híreket, utána a kis sporthírekkel aludtam, és olyan emlékképem maradt, keletkezett, majd meg kell fogalmazni, hogy valahol benn vagyok egy fényes kis terembe. Tehát egy kis, nem volt egy kis terembe, és tudok annyit pontosítani, hogy a teremnek a jobb oldalában ültem, helyezkedtem el, ültem. Igen. Ez a pontos idő. És előttem egy asztal volt, az asztal így szögbe volt, egy fehéres szürke asztal, és az asztalon fekete, körülbelül ilyen távolságban, emlékképem szerint ilyen távolságban hosszanti csíkok voltak, de tele volt az asztal vele, és a
Én ilyen állapotban így körülbelül így ültem, és néztem a csíkot, és valaki itt állt mellettem, és egy ilyesmi rúddal igen. hosszan a csíkokat húzgálta, és beszélt hozzám. A levegőben húzgálta a csíkokat? Nem. Hát majdnem hozzáért az asztalhoz, lehet, hogy hozzá is ért. Ez ennyire nem pontos a fejembe. Nagyon tiszta a húzgálás. A szögére emlékszem a rúdnak, hogy ilyen szögbe állította, és így húzgálta. A kezére emlékszem, egy kezecske volt inkább, szóval. Milyen színű volt a kéz? Szürkére emlékszem a kézre. Vékony, vastag? Inkább vékony volt. Vékony volt, és mellettem beszéltek hozzá. Egyes számban beszélt hozzám. Nagyon szép, tisztán emlékszem egy pár mondatára, hogy például ahhoz nagyon ragaszkodom, hogy azt mondta, hogy már kívül vagyunk a Földön, már elhagytuk a Földet, és beszélt, ezt nem tudom, ez már nem annyira tiszta, amit mondok, távolságokról beszélt. Ez így szép emlék nálam, és sokszor eszembe jut. És hát a hangja az úgy nem kellemes volt, de nem is éreztem, hogy annyira tiszta emberi hang volt így a fejembe. Tudom, hogy a picit furcsálottam, hogy nem hétköznapi emberi hang. Lényeg az, hogy ez a kép eltűnt, ami megmaradt a fejembe, és utána arra emlékszem, na ez most már egész tiszta, mint hogy itt beszélek veled, vagy magam, hogy az ágyamon, ez népiesen ilyen dikószerű, valamint ülök, és így vagyok, és nagyon rosszul éreztem magam. Ilyen kábult állapotban. Hány ingerem is volt, arra nagyon jól emlékszem. Hány ingerem is volt, fájt a fejem, a hátam nyilallott, minden, és ott nem tudom hány percig ott bóbiskoltam, és így, ahogy van az ágy végénél volt egy ekkora, majdnem kocka papírdoboz. És oda pillantottam, és nagyon erős zöld fénnyel ott fénylett valami. És voltak rajta, úgy hallottam, ilyen különös dolgok, érdekességek. Mik voltak ezek? Hát a két végén, valóban, az egyik végén egy olyan 7 mm körüli, élhosszúság körüli ilyen csonka gula. Ez kiemelkedik ebből a rúdból? Kiemelkedik. Néztük, mostanában már néztük, hogy mivel van ragasztva, de mintha egy ezüstös anyag volna, a kötőanyag, de nem lehet eldönteni pontosan. Értem. Tehát egy fémszínű anyag, mint hogyha egy fémmel ragasztották volna oda. A másik vége az egy csodálatosabb valami az én számomra. Ezt mostanában jöttem vele elő, mert annak sok oka van. Van mint egy bors nagyságú, 9 darab, most a színe miatt és a talány miatt 9 darab aranygolyó van rajta, mint egy bors. Igen. Ez az aranygolyó, ez úgy félig kiáll a rúdból. A harmadik aranygömbnél egy 25 mm körüli élhosszúságú, szintén ugyanolyan anyagú, körülbelül 2,5 mm vastag arany háromszög van. Már az első vizsgálatokból is kiderült, hogy a magnézium rúd ezred pontossággal 100%-os tisztaságú. Ilyet mai technikánkkal csak laboratóriumi körülmények között és nagyon költséges eljárással lehetne előállítani. Ennek nincs gyakorlati értelme. Akkor vajon kik és milyen céllal készítették? Megkérdeztük rovatunk vendége Hargitay Károly, aki a következő 10 percben egy viszonylag közeli, mégis fantasztikus jövőképet fest elénk. Az emberiséget mindig érdekelte a jövő. Különösen így van ez napjainkban. Ha egy kicsit jobban elmélyedünk mindabba, ami körülöttünk zajlik, történik, és megkíséreljük végig gondolni,
ugye történésekből, e zajlásokból mi minden következhet, akkor nagyjából a következő jövő vonalak képe rajzolódott ki előttünk. Amennyiben bárminemű komolyabb fegyveres konfliktusra kerülne sor a világon, és a háború tüze elterjedne az egész glóbuszon, valószínű, hogy az egész Föld úgy, ahogy van, atomhamuvá válna. Ez lenne valószínűleg az egyik, és persze a legszörnyűbb perspektíva, ami a jövőt illeti. A másik perspektíva szintén nem valami rózsás. Amennyiben ezt az ipari társadalmat és ezt az egész struktúra együttest, amelyet pillanatnyilag üzemeltet az emberiség, megkíséreljük a végtelenség fenntartani, esetleg kisebb, nagyobb változtatásokkal, nagy valószínűséggel bekövetkezik egy-másfél-két évtizeden belül egy talán végzetes összeomlás. Ez az összeomlás nagyon sokféle tényezőből tevődne össze. Az összeomlásban szerepet játszana az ózonpajzs elvékonyodása, a klíma összeomlása, a környezeti összeomlás, amelyről azt hiszem éppen eleget hall a tisztelt néző. Azon kívül az a fajta egészségügyi összeomlás, amelyet immun összeomlásnak szoktak nevezni. Ez utóbbi egyenes következménye a megbojdult természeti mozgásoknak. Vajon melyik az a vonal, az a jövővonal, amely a túlélés felé mutat? Úgy tűnik, hogy ilyen csak egy van. A túlélést nagy valószínűséggel csak akkor tudjuk realizálni, ha olyan technológiák művelésére térünk át, és olyan életstílust választunk magunknak, az egyedek maguknak, a csoportok maguknak, az egész társadalom úgy, ahogy van, saját magának, amely életforma összhangban van a természeti követelményekkel. Ma 1994-ben a japánok már egy hatalmas kutatási programot indítottak be, 100 egyetemen dolgoznak a hipertéri energia kicsatolásával kapcsolatos kutatásokon. Sapporo mellett Ikmában egy 30 millió dolláros költséggel alapított laboratórium más se csinál, mint ezt a témakört kutatja. Hatalmas fejlődés várható rövidesen a világ többi országában is ezen a téren. Az Egyesült Államokban egy Thermacore nevezetű vállalat gyártja azokat a kis bojlereket, amelyek 1000%-os energiakinyerést tesznek lehetővé, és ez semmiképpen sem a felső határ. Tehát az emberiség annak a kornak a küszöbére lépett, amely korban a tiszta energiát, az ingyen energiát a kozmoszból bármikor, bárhol, igen, egyszerű is, bárki által gyakorolható módszerekkel ki lehet nyerni. Az Egyesült Államokban, Ohio államban egy Stanley Miller nevezetű feltaláló kitalált egy olyan kis eszközt, amely körülbelül 30 cm hosszú, 2,5 cm átmérőjű henger, és amelyet, hogyha bármely típusú benzines vagy dízel olajos motorba behelyezünk, megfelelő módon behelyezünk, akkor attól a pillanattól kezdve már üzemanyag nélkül üzemel az autó. Elég, ha a tankját vízzel töltjük föl. Ez az úgynevezett water powered car, vagyis vízhajtású működtetés autó már futkos Amerika útjai. A bioenergia és a korábban említett hipertéri energia egy úgynevezett másik spektrumnak az alkotó elemei. Ez alatt azt kell érteni, hogy az infratartományoktól egész a rádió tartományokig terjedő elektromágneses spektrumon kívül van egy másik spektrum, amelynek ugyanúgy tartományai lehetnek, vannak, mint az elektromágneses spektrumnak. Ezeknek a tartományoknak a hullámai nagy valószínűséggel longitudinálisan terjednek, vagyis körülbelül úgy, mint a hanghullámok. A legfontosabb tartománya ennek a másik spektrumnak a tudati energiatartomány,
amelybe tartozó energia minden egyéb energiának, ha úgy tetszik, a főnöke, és minden egyéb energiát befolyásolni lehet vele. Befolyásolni lehet vele az anyagot, élő és élettelen anyagot egyaránt, valamint a tér és az idő szerkezetet is. A következő a spektrumban, a másik spektrumban, a következő tartományban találjuk a hipertéri energiát, amellyel igen komoly munkákat végezhetünk. A bioenergia a következő tartomány. Ennek a tartománynak a kiaknázása már tulajdonképpen megkezdődött. A japánok, az amerikaiak, az ausztrálok és a németek már is számos bioenergetikai készüléket gyártanak. Dr. Egeli György elkészített egy olyan mérőműszert, amellyel biztonságosan és igen pontosan és jól lehet mérni a bioenergia szintet. Egeli már végez egy ideje különböző méréseket is a magyar lakosságban, igazán érdekes és meglepő eredményekkel. Az új orvostudomány, amely a régitől merőben különbözni látszik majd, egészen fantasztikus távlatokat ígér. Részben a bioenergia különböző sávjainak az alkalmazásával nagyon sok mindent lehet majd csinálni. Részben pedig egy általános frekvencia terápiás megoldási rendszer körvonalazódik már most napjainkban. Leveszik majd, egyébként ez a gyakorlat már létezik, itt Magyarországon is már létezik, leveszik a paciensről a különböző szerveknek, szöveteknek megfelelő energia rezgéseket, frekvenciákat. Ezeket egy számítógépi memóriában tárolt, ideálisnak mondott, vagy mondható rezgés paraméterekkel hasonlítják össze. Amennyiben a levett rezgésekről a rendkívül kifinomult számítógépi program azt állapítja meg, hogy azok mind jók, akkor az illető páciens, akit vizsgálnak, egészségesnek lehet minősíteni, csak annyit kell, vagy lehet vele csinálni, hogy egészséges rezgéseit felerősítik, visszaviszik a szervezetébe, és így egészségi állapotát igen erőteljesen fokozhatják. Amennyiben a számítógépi program az összehasonlításnál azt állapítja meg, hogy valamely szervnek vagy szövetféleségnek a rezgései betegségről árulkodnak, nos, akkor bizonyos módosulatok jönnek majd létre a program beavatkozása szerint, és a jó rezgéseket táplálják vissza a szervezetbe, és így megakadályozzák a betegség kifejlődését vagy fönnmaradását. Amennyiben például rákos daganatra utaló rezgések kerülnek be a gépbe, a gép ezeket felfedezi és interferáltatja, vagyis gyakorlatilag kioltja, és így az energia alapját és hátterét a rákos szöveteknek megszüntetik. Vajon mindez, amiről én itt beszéltem, milyen következményekkel járhat még? Igen nagy a valószínűsége annak, hogy az ember, a földi, földfelszínen lakó ember meg fog jelenni tartósan, szinte állandó jelleggel a kozmosz, közelebbről a galaxis különböző tájai. Miből lehet ezt sejteni? Ebből az egészből, amit elmondtam, kiderül, hogy bőven lesz energiánk, olyan gépeket működtetünk, amelyeket mi most UFO-nak nevezünk, tehát gyakorlatilag bárhová el tudunk menni, elegendően fiatalok, egészségesek és erősek, valamint sokáig élők leszünk ahhoz, hogy hosszú-hosszú utakat tehessünk a kozmoszba, és meg lesz a lehetőségünk arra is, hogy akár milliókat vagy százmilliókat is át tudjunk telepíteni más, közelebbi, távolabbi naprendszerekbe. UFO magazin. Százezrek kedvenc lapja.
Az UFO-k nyomában. Válogatás magyarországi UFO esetekből. Az UFO kutatók igazán nem panaszkodhatnak az 1994-es évre, hiszen már az első hét is szokatlanul mozgalmasnak bizonyult. 1994. január 2. reggel 8 óra. Egy bácsalmási magánház udvarán megjelent egy bogárfekete, csillogó gömb. Hát mindegy labda, ilyen. Nagyság. Az ablakon keresztül. És akkor igen, és akkor ott négy beszéltünk bent, hogy mi lehet, meg hogy lehet, akkor az elkezdett mozogni, ahogy mi beszéltünk. És hozzáért a földhöz, vagy nem? Nem. Lebegett a föld felett? Meg én azt hittem, hogy be van szorulva itt a ládát. Már is azért vittem a hólapátot, hogy azzal meglököm a ládát, hogy mit csinál, és közben nem engedett oda nyúlni, és ez a kezem elzsibbadt teljesen. Tehát azt jelenti, hogy nem bírt hozzáérni nem a gömbhöz? Nem hozzáérni. Mennyit tudod megközelíteni? 20-30 centi. 1994. január 2. éjszaka, Káposztásmegyer. Egy panelház 9. emeleti hálószobájában sárga fénygömb volt a hivatlan látogató. Én feküdtem éjfél-fél egy lehetett. Egyszer csak innen meglehettem, innen jött be. Tehát ott volt egy gömb? Igen. Mondja a lényeges, milyen volt a gömb? Három részre volt szinte osztva, levegett, sárga, piros, zöld, és itt megállt a tévé fölött. És mekkora volt a gömb? Egy ilyen csésze, mint a csészének a átmérője. Mondjuk egy teniszlabda? Igen, hát igen. Tehát bejött az ablakon keresztül teniszlabda? Igen, itt megállt, lebegett. Igen. Én fölültem, mert azt hittem, hogy halluzinálok. Befogtam az egyik szemem, a másik szemem, és ugyanúgy láttam, ugyanúgy fölültem, ugyanúgy láttam. Igen. Lebegett itt egy percig körülbelül legalább. Igen. És így egy arasznyira elindult végig. 1994. január 5. délelőtt 11 óra. Az újszentiváni radarok több mint egy órán keresztül mértek egy azonosítatlan repülőobjektumot. A riasztott vadászgép és a két helikopter nem talált semmit. Éjjel 1994. január 6. éjjel 1:30. Gyula mellett egy szeregyházi tanya felett nagyméretű gömb nappali világosságot árasztott. De mondom, hogy aután addig el nem aludtam, még nem is tudtam, míg ugye el nem múlt az a nagy fényesség. Uh-huh. És mennyi ideig volt a fényesség? Az a fényesség? Az legalább egy olyan óra hosszáig formá. 1994. január 6. éjjel 3:42. A Baláca pusztai múzeum őre riasztotta főnökét, mert a múzeum felett egy fényes gömb hangtalanul megállt, majd kúp alakú fényt bocsátott a földre. Éjjel 1:30, 3:30 körül arra lettem figyelmes, hogy a Balaton felől egy nagy, hatalmas sárga gömb jön a ház felé, teljesen szemben a házzal állt meg, egy nagy terület van, egy nagy tisztás, ott állt meg, körülbelül a háztól egy olyan 100 méterre. És akkor mi történt? Az történt, hogy egy nagy fényt bocsátott ki magából, megvilágította azt az egész területet, én akkor berohantam telefonálni. És még ki tudja, hány és hány eset maradt felderítetlen. Hiszen a balácapusztai szemtanúk szerint a múzeumnál rövid időn belül ez már a negyedik UFO észlelés volt. Vajon miért pont itt? Lehet, hogy a nagyméretű átrium remek búvóhely egy kisebb leszálló egységnek? Vagy talán érdeklődnek a római kori leletek iránt? Esetleg visszatérnek ugyanarra a helyszínre, ahol talán már elődeinket is rendszeresen látogatták? A kérdésekre még nincs válasz. De igazán elgondolkodtató, hogy a pitvarosi UFO leszállás helyszínétől 1 kilométerre avarkori leletekre bukkantak. Nézzük csak, mi is történt Pitvaros határában egy forró nyári éjszakán. Szóval családpalotára tartottam visszafele ide Pitvarosra. Igen. Ez este volt? Éjszaka volt? Hány óra körül este. Volt? Ez körülbelül 11 óra után milyen volt. Milyen hónapban volt? Nyáron, télen? Nyáron. Tehát nyáron, éjszaka jöttél hazafele. Igen. Igen. Jöttem hazafele, és szóval biciklivel úgy szoktam közlekedni, akkor
Szóval rátámaszkodtam a biciklinek a kormányára. Igen. Donuláztam, szóval jól el voltam magamban. És egyszer ott, tehát egy olyan késztetést éreztem magamban, hogy tehát nézzek félre. Igen. Akkor benéztem a Zultól egy olyan 500 méterre, megláttam egy objektumot. Mi az egy objektum? Fényt láttál, vagy testet láttál? Írd láttam le. A fényt is, láttam a, tehát szóval a testet. Ez az objektum úgy nézett ki, szóval ilyen formája volt neki. Igen. És elég, tehát nagy volt. És a középről a legszélesebb részen, tehát hogy mint hogyha mikor két tányért összefordítunk, igen, és van a legszélesebb része neki, onnan indult a két, tehát a fények, egy futófényszerű, tehát fények voltak, középről indult szétfele két oldalra. Na most ezt megláttad, utána mi történt még? Utána egyre nehezebbett a biciklit tekerni. Igen. Közeletem felé a sövényes rész felé, itt van egy olyan kb. 30-40 méter hosszú sövényes rész, igen, az út mellett. Igen. Afelé haladtam, egyre nehezebbett a biciklit tekerni. Igen. Akkor ugyanúgy néztem oldalra tovább, figyeltem ezt a testet. Egész a háta mögött is azon a részen ilyen körülbelül ekkora kis fények mozogtak. Uh-huh. Szóval világítottak és mozogtak mindenfelé, egy szanaszétig mozogtak. Mentek oldalra, előrébb, vagy szóval mozogtak. De mikor benéztem erre, már rajtam volt a fény, és akkor lehetett látni, hogy egy törcsel arabból világít ki arra, erősen. Tehát egy fény sóval jött rá. Igen, pontosan. És a fénycsóha innen indult ki? Igen, innen indult ki. Szabályosan szépen lehetett látni, hogy innen, tehát innen ez a, tehát a központja neki, a forrás a fénynek, annak a fénynek. Uh-huh. Tehát ez volt a forrás itt, az, amíg volt az a valami itten. Uh-huh. És mikor rám ért a fény, de előtte már, ahogy megláttam ezt a valamit, akkor már mondom, egyre-egyre nehezebb volt a biciklit tekerni. Uh-huh. És akkor kijött rám szépen ez a fény, engem megvetített teljesen, tehát ez a fény körbevette engem teljesen. Uh-huh. Az úton is lehetett látni, hogy haladtam, úgy haladt rajtam a fény. Uh-huh. És hogy haladtam afelé a sövény felé, most innen nem lehet látni, nagyjából lehet látni, haladtam arra felé, akkor egy olyan 50 méterre, 40-50 méterrel előtte kezdett le, tehát leszakadni rólam ez a fény, tehát kezdett elhagyni engem. Uh-huh. És akkor utána, hogy leszállt, szépen, hogy jött le mindig szabályosan, tehát nem úgy jött le a fényról, ami szépen fogta magát, hogy lejött egybe, hanem szépen fokozatosan maradt le mindig tőlem ez a fény. Mögötted van. Igen, maradt mindig mögöttem. Mm. És akkor utána kezdett el szépen úgy, hogy a biciklit már tudtam normálisan hajtani, de akkor nagyon úgy hajtottam, hogy az szinte majd megszakadtam vele. De mi alatt ez a fény, tehát rajtam volt, hogy haladt velem egy, tehát szóval rajtam, hogy haladt, igen, ez követett a fény, követett engem. Akkor ez alatt az idő alatt hallottam egy nagyon erős zúgást a fejembe. Igen, ez mélyen, magasan, írd le, milyen a zúgás, sípoló, bugó? Vagy... Sípoló, egy ilyen nagyon erős sípoló zúgás, mint egy morze jelzés, de nagyon erős volt. Folyamatos vagy szagadott volt? Folyamatos volt. Igen, igen. Folyamatos fülött, tehát ilyen... A fényjel morze együtt volt ez a sípoló. Igen, 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 igen. És hogy szépen, hogy utána majd vált le rólam ez a fény, akkor szépen ez a hang is egyre halkabb lett, és akkor végül ez a fény levált rólam, akkor ez a zúgás megszűnt. Értem. Utána elkezdett a ton, utána már rendesen tudtam hajtani a biciklivel. Igen. Akkor utána elmondom azt is, hogy utána már nagyon gyorsan tekertem a biciklivel, mert féltem. Tehát nem álltál meg, eszembe sem volt. Leggyorsabban próbáltam hazajönni? Az volt egyből, utána, ahogy levált rólam ez a fény, az volt egyből a gondoltam, hogy minél gyorsabban menjek el onnan. Igen. Mert nagyon féltem. Igen. Tehát azelőtt nem láttam ilyen dolgot soha. Ezekről a fénycsóvákról tudni kell, hogy sok esetben feltöltődést is okoznak. Ennek különböző fokozatai vannak, amit például sípoló hang, fejzúgás, fejfájás is kísérhet. Előfordulhat az is, hogy az érintett ilyen eset után éjszaka a megszokottnál jobban lát. Ugyanezzel a biciklivel tartottam visszafelé Dehcsanádpalotáról hazafele, és az utat úgy láttam, akkor megint elkezdtem egy picit érezni ezt az zúgást magamba, de tehát kisebb frekvencián, tehát nem olyan erősen. Igen, halkabb volt. Nem? Halkabb volt ez a zúgás. A magasság egyszerűen megijedtem saját magamtól. Az útat magam előtt úgy láttam, mint hogyha teljes világosság lett volna. Értem. Olyan, mint egy röntgent. Olyan, tehát úgy láttam és az egész utat. És még volt ez a zúgás is? Igen, a fejemben. Véreztél összefüggést ez a másképp látásod és a zúgás közt, tehát csak akkor volt, vagy előfordult a zúgás? Csak akkor volt ez a látásom, mikor ez a zúgás volt a fejemben. Mikor a zúgás és volt mennyi ideig tartott ez? Mondjuk hazáig jött és végig? Egész hazáig tartott. Az első találkozás sok esetben véletlenszerű, de az elsőt gyakran újabb követi, ezért a szemtanút lakásában is felkereshetik. Erre utal a fiú édesapjának elbeszélése is. Határozottan emlékszek rá, hogy ébren voltam, akkor elkezdtem hallani, tehát ezeket a
csoszogó léteket. Igen. És innen az ajtótól, tehát a bemeneti ajtóból, tehát a kályha mellett elkezdett csoszogni azon a vékon padlón, ugye, az a csoszogó lépte, szabályosan lépteket te hallottam. Hát nem tudtam, oda nézek, ki ez, mi ez, mondom, hát, vagy valamelyik hülyéskedik, valamelyik gyerek, vagy nem tudom micsoda, ugye. De ez nap mint nap, tehát ugye minden áldott este, már több mint két héten keresztül, tehát ez mindig ismétlődött meg minden. Volt, mikor egy-két nap tehát kimaradt vagy valami, de ez elég sűrűn, tehát előfordult meg minden. Hát akkor jobban kezdtem odafigyelni. Hát már féltem is minden, hát mondom, mi van itt, mert valóban féltem. Egyszer aztán, mondom, jó, bár hétre, megint a csoszogás. Csoszogás léptek. Tehát valaki határozottan úgy emlékszek rá, mint ahogy súgta volna valaki, hogy nézzél ide. Igen. Hogy tehát, hogy olyan jelzést adott, hogy én nézzek oda. Igen, értem. És akkor úgy félbe, hogy kezdte, hogy megfordította ugye fel, így kicsavar az, nézze. Akkor láttam a két gömböt tulajdonképpen, tehát olyan 40 centi átmérőjű volt mind a kettő, de oly szabályosan, uh-huh. és olyan szabályos volt egyforma mind a kettő, hogy az szabályosan, tehát az nem is lehet másképp lejteni, hogy lehettek ilyen szabályosak, nem tudom. Tehát fölnéztem, tehát itt volt, kérem szépen, ez a két fény, ebben magasságban. Igen. Ebben magasságban, itten két 40 centis, tehát így egymástól. Ott voltak a gömbök. Itt voltak a gömbök. Igen. És akkor néztem, és akkor tehát még egy kicsikét előbbre így jöttek, így, igen. ebben az irányba, és akkor, mikor akkor kiáltottam el magam, mikor tehát láttam, hogy a mozgás, úgykor a mozgás megy, hogy Tibi! Igen. Kik vannak itt, mondom, te zseblámpával világítanak, mondom, kik ezek, mondom, minden. Akkor kérem szépen a Tibi, akkor felugrottál, hallottam, hogy jöttem, felugrik, és akkor tehát erőteljesebben megindult ez a két fény. Igen. Szépen eljöttek, tehát ebben az így jöttek, itt a tévében, itt. Igen. Itt tűntek el. Ott ment a közel. Itt tűntek el. Fantasztikusak ezek a fénygömbökről szóló beszámolók, de aki már látta a filmsorozat első részét, az már azt is tudja, hogy ezek a gömbök nem lehetnek gömbvillámok. Ha már a fényjelenségeknél tartunk, mindenképpen meg kell említeni az egyre gyakrabban jelentkező hologramokat. Előfordult például, hogy a mennyezeten különböző színű mértani formák jelentek meg. Arra tettem figyelmes fél oldal fekvő helyzetben, hogy a szobánkban lévő, teljesen sötét szobában lévő mennyezeten megjelenik egy 30 cm, kb. 30 cm átmérői szabályos háromszög alakú fényjelenség, majd ezt követi egy kör alakú jelenség, és ezt követi egy hengeres, ilyen téglalap alakú, ilyen csavart formájú, rendkívül színes ábrák a mennyezeten. Mint hogy a diavetítőt tartanák a mennyezet felé, és avval kísérném a látomást, mint a fényjelenséget, és a falon szépen folyt lefele. Jöhettek ezek a fények esetleg az utcáról? Semmi szína sem, mert a redén teljesen sűrűre volt engedve, mivel a december hónap elég hideg volt, és ugye magánházban lakunk, és ugye védekezünk a hideg ellen úgy, ahogy tudunk, és mindenre redén általában esténként sűrűre van leengedve. Mikor megálltam ezek az állapákat, akkor fölismertem, hogy annak ellen, hogy teljesen ébren vagyok, és hallgatom a rádiót, itt valami rendkívül dolog történik ebben a lakásban, és szólni akartam nejemnek, de mutatni, hogy teljesen le voltam blokkolva, se nem bírtam szólni, se nem bírtam kiabálni, vagy hangjelenséget adni magamból, és arra döbbentem rá, hogy a fejem tetejétől a lábam ujjáig az egész bőröm fizikai fájdalmat éreztem az egész, mint hogyha egy ilyen rendkívüli fájdalmas volt az egész bőrfekem. Hogyan is készül egy hologram? Tudunk mi egy szobában elrejtőzve hologramokat készíteni? A választ Varga Miklós holográfustól kapjuk, akit Budapesten a Párizsi udvarban lévő hologram galériájában kerestünk meg.
Vegyünk mondjuk egy tárgyat, amit megvilágítunk egy lézernyalábbal, és vegyünk egy fotolemezt, ami tulajdonképpen mondhatjuk, hogy kereskedelmi forgalomban is kapható. Ez a fotolemez abba különbözik a normális lemezektől, hogy átlátszó. Tegyük oda a tárgyhoz, és ezt a tárgyat a lézerfény a fotolemezen keresztül világítsuk meg. Most akkor mi történik? Jön a fény, keresztül megy az átlátszó fotolemezen, ráesik a tárgyra, onnan visszaverődik, és találkozik a szembe jövő fénnyel. Ezáltal egy interferenciának nevezett jelenség történik, amit rögzít a fotolemez. Utána a fotolemezt exponálás után elvehetjük, előhívjuk, és hogyha megvilágítjuk ugyanabból a szögből bármilyen lámpával, mint ahonnan a lézerfény világította meg, akkor a tárgyat ugyanúgy látjuk majd mögötte, mint ahogy az eredetileg volt, méghozzá három dimenzióban. Tehát az önkérdésre válaszolva, hogy végül is ilyen hologramot elő lehet állítani, én azt gondolom alapvetően, hogy nem lehet előállítani, tekintetbe véve azt, hogy a hologram az egy kép. Tehát mondjuk úgy, hogy nálunk például egy fali kép, ahhoz, hogy az ember egy tárgyat három dimenzióban lásson, ahhoz múlhatatlanul szükséges, hogy a fotolemezre, vagy magára a filmre ránézzen. Tehát az, hogy a szoba közepén lebegjen valami, amitől nem tudom én 5 méter távolságon messze nincsen semmi, ez a hologram technikával nem oldható meg. Vannak erre megoldások ma is, ami egészen más és semmi köze a hologramhoz, amihez viszont múlhatatlanul szükséges egy lézer és valamilyen fény visszaverő közeg, amin a fény visszaverődik, tehát amin látható, mert ugye ha elgondolkodik, mindenki tudja, hogy a fény nagyon érdekes egyébként, önmagában nem látható. Csak az, ami, tehát hogyha visszaverődik valamiről, akkor válik láthatóvá az a valami. Úgyhogy ilyen formán rém komplikált és drága eszközökkel meg lehet oldani azt, hogy valamit kivetítsenek három dimenzióba, mondjuk egy füst közepére, ami után el tud tűnni, ehhez viszont elég nagy és drága berendezések kellenek. Tehát az, hogy valahogy megjelenjen ott egy háromdimenziós, vagy akár kétdimenziós kép, amit nem bír semmilyen jelentőséggel, ahhoz múlhatatlanul szükséges, hogy ezek a nagy és drága technikai eszközök ott legyenek. Tehát mondjuk úgy, hogy látótávolságban legyenek, az semmiképpen sem működik, hogy a falon keresztül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy inkább azt mondanám, hogy nem gondolok semmit inkább erről, tehát én rém szkeptikus vagyok ezt illetően, hogy ilyen egyáltalán létezhet, de ha létezik, akkor nem a mai technika eszközeivel. Szóval ez nem is olyan egyszerű, főleg a jelenlegi technikánkkal. De akkor vajon kik és hogyan képesek például megjeleníteni egy pulzáló zöld gömböt teljesen zárt helyiségben? A következő történet szenzációs bizonyíték arra, hogy nem vagyunk egyedül bolygónkon. Igen, múlt hét szombaton, éjfél után, pár perccel, talán 4-5 perccel, nem tudom, akaratlanul ránéztem az órára, gondolom azért, hogy elég késő volt, és még fönt voltunk. Anyukámmal beszélgettünk, amikor úgy valami a fejemet oldalra vitte, és a falra, a cső fölött a falon. A szivárvány színű, az inkább zöldbe játszó köröket, vagy gömböt, nem is tudnám megmondani, a tenyérni nagyságú gömböt vettem észre. De először nem is figyeltem különösebben oda, mert azt hittem, hogy a lámpának a fénye verődik oda. Csak beszélgetünk, aztán csak zavart, és visszatekintettem, és akkor megállt bennem szabályosan a vér, mert nem tudom, hogy azt az érzést nem is tudom megmagyarázni mai nap is, hogy mit éreztem, akkor kapcsoltam, hogy ez a talán az UFO jelenség. De akkor már látom, hogy egyre jobban változtatja az alakját is, és egyre jobban mozog, egyre jobban lüktet, és ugye a faltól nem tudnám megmondani hány centiméterre, de eltávolodott oda-vissza. Hát teljesen megrökönyödtem, tele voltam félelemre. Közben meg olyan érzésem volt, hogy innen nem szabad elmozdulnom, nem szabad kiszaladnom, maradtunk tovább. Eltelhetett egy olyan 10 perc, a 1:15 körül jött a fiam éjjel haza. Ő meg néz bennünket, siettem, hogy mit keresünk ki a konyhába, és a plafont vizsgáljuk. És abban a pillanatban, amikor a fiam belépett a lakásba, eltűnt a kép, szabályosan elsötétült.
mondom a fiamnak, hogy aztán mit csinálsz itt, anya, mit csináltok? Pók van a falon, vagy mit kerestek a falon? Mondom, fiam, alig tudtam kinyögni neki. Mondom, itt van az UFO, hogyha akar, mondom neki, hát persze a fiam egy hangot, egy kukkot nem hitt nekem, és oda se figyelt ránk, fölment a szobájába nyugodtan lefeküdni. Én tovább itt maradtam, mint aki a székre ide van ragasztva, és újra megjelent, és újra, és egyre erőteljesebben mozgott. És én nem tudom, hogy mi késztetett arra is, hogy elkezdtem hozzá szólni. Ezt se tudom magamnak mai napig megérteni, hogy nem bánt az bennünket. Ugye nem bánt az bennünket, mert ha nem bánt az bennünket, akkor mi se bántunk, akkor mi szeretünk, szeret bennünket, és tessék elgondolni, akkor a zöld fény egyre erőteljesebb lett, egyre erőteljesebben húzát, és én akkor nem is tudtam, hogy mi az, amit dobál ki, szabályosan lök ki magából, csak a fiam ezeket a hangokat meghallotta föl, és lerohant az emeletről. Igen, hogy én teljesen azt hittem, hogy valami bajom van, és leszalad a lépcsőn, és abban a pillanatban, amikor ideér az ajtóhoz, akkor megint eltűnt a kép, és akkor a gyerek néz rám, hogy anya, mi a bajod, mi van veletek? És akkor erre megszólal, hogy gyere elő, és mutasd meg magad, itt vagy, de így. És akkor a fiam, nézd föl, majd mindjárt megjelenik, és megjelent. És tessék elgondolni, hát ezt már a fiam is látta, hát ránéztem az arcára, és lángba borult az egész arca, feje, mert ő meg arról ismeretes, hogy tényleg nem hisz az ilyen dolgokba. Annyira materiális. Hát, érdekel, de soha ilyen kis missziószerű, vagy ilyen csodaszerű dolgokra nem adtam nagy dolgot, nem tartottam nagy dolognak. Tehát lejöttél a lépcsőn. Igen, de a félelem hozott, még akkor sem hittem. És akkor mondd el. Akkor egy... Szóval egy váltokozó forma, szóval lehet olyat látni, hogy adott esetleg kis fantázia is kell, persze az olyan szemszerű valami. Igen. Azt is én is láttam. Akkor utána különösebben eldeformálódik, alakokat vett föl, tehát maga úgy lehetne mondani, hogy a feje játszana. Tehát volt egy ilyen gömbszerű, ami különböző alakokat. Igen, de általában síkos, nem gömbes, általában falon síkot játszott, de igen. Többször csinált az, hogy így a szekrény vonalában lehetne, hogy oda raknak, mert hogy ki ilyen, amikor kérdezte anyám, hogy bántasz minket, akkor nem jelzett, és utána, hogy szeretsz minket, akkor nagy szíveket, ilyen zöld szíveket a szekrény felé, tehát a konyha belső felé pulzált. Tehát ezek igen, és jöttek pluszba belőle, igen, és gyors, a szolatok? Igen, gyorsan, ezeket a formákat úgy kell képzelni, mint hogyha csak rajz lenne, tehát a széle volt, közepe nagy részben légüres, nem tudom, hogy mi. Aztán ilyen gömbszerű dolgokat is lehetett látni, olyan, hogy mint ugye a szaggatott vonalak lennének benne, és az egyik balra, koncentrikus körök, oválisak, balra gyorsan kavarogna, a másik az jobbra, tehát egy kis zűrzavaros is van, de általában ez a szív és ez a gömb és ez a nyugodt pillanatot lehetett látni. Ez először szinte olyan statikus helyen a cső fölött volt, tehát teljesen a sarokban. Tehát ez volt az éjszakai, hát én... De és az a lényeg, hogy nem beszéltünk tőle, hozzá is. Valahogy, mert szóval nem volt csúnya, nem volt undorító, igen. Olyan, de a diszkóban valami fény, vagy lézer sóval. Lejöttél, látta ezeket az ábrákat, mi történt utána? Meddig látta? Eltűnt, vagy hát te vagy? Hát legalább olyan reakcióm lehetett egy perc, amíg ezt átpörgött az agyamba, és azonnal meg akartam fogni, hogy mi ez. Tehát még a bizonytalanság kellős közepén, és akkor székre felálltam. Igen. Gondolkoztam, hogy most ez milyen reakció lehet, hogy most bal kézzel, jobb kézzel nyúljak hozzá, végülis bal kézzel, az volt úgy logikusabb, tehát próbáltam a plafont elérni, a székre felállva, sikerült elérni, de azonnal is tűnt. És akkor tehát meg, sikerült megérinteni azt a helyet? A semmit, mert csak a falat fogtam, tehát kitapintható semmilyen nem volt. Akkor lejöttem, és ez szüntelenül, tehát előjött. Tehát többször följött, igen, többször följött, tehát ez nem ilyen nagyobb periódusokban, hogy most gyere hívni kell, az szüntelenül jött elő. Azt ne felejtsd el mondani, hogy minden kérdésünkre, mert én akkor szabályosan nem tudom, hogy... Na most, hogy ez egy ilyen véletlen dolog, mi akartunk beszuggerálni magunkba, azt nem lehet tudni, tehát ez annyi biztos, hogy mintha értett. Emberi kommunikációt ugye már úgy képzelünk kell, hogy valami jelrendszer, hogyha nem is beszél, van,
és hát mi úgy próbáltunk következtetni, hogy ez a pulzáló jel, ez a válaszadás pozitív formája lenne, ez csak egy következtetés, ezt nem lehet tudni, de az viszont való igaz, hogy amikor ilyen negatív kérdésekre lennék, hogy bántani szeretném, akkor minket, megáll. Szünet akkor, volt. Akkor nem reagált, tehát ez lehet, hogy csak mi képzeljük be, de ez való igaz. Ez nem csak egy véletlen fényfelvillanás, de nem is egy álomkép, hiszen három szemtanú közvetlen közelről több mint 2 órán keresztül látta. A történetnek azonban még nincs vége. Másnap délben már 5 szempár figyelte, csodálkozva fényeket. Az édesanyja nem szólt semmit, nem az édesanyja hangjára jött elő jelenet? Nem. Az édesanyja mit mondott? Hívogatta, hogy jelenj meg nekünk, mutasd meg magad. Igen, így kell tudod. Igen, mutasd meg, hogy higgyél a lányom is, meg a vejem is. Itt ülünk most 5-en is, hogy engedd meg, hogy nézzünk meg. És abban a pillanatban megjelent. Én kérdeztem, kutatás céljából jöttek ide, akkor a jelzett. Akkor nekem is jelzett, hogy nem akart bennünket bántani. Akkor megkérdeztem, hogy hányan vannak. Igen. És arra jelent meg mind a 4. Szóval az volt a döbbenet. Akkor mind a 4 megjelent. És mondtam, hogy mert nem hiszem el, mondtam neki, nem hiszem el, azt hiszem, hogy a lámpa, változtasd a helyedet, és meg rezegjél, vagy valamiképp mutasd, és akkor kezdett iszonyatosan rezegni és lüktetni. Úgy tudom, a rendőrség bűnügyi osztályon dolgozott, sok furcsaságot találkoztál. Volt szombaton a családban más furcsaság. Mi a véleményed róla? Ilyet még nem láttam. Nem tudtam hova tenni. Egyben arra gondoltam, hogy a villanyból származik ez valamilyen tükröződés. Igen. És ezért próbáltam mindent eltüntetni, mert mindent megtenni annak érdekében, hogy ez ne. De akkor várt furcsával az egész, mikor ez mozgott, és hát nyilván, hogyha valami áll, akkor a fényítás nem tudom. Tehát megkísérelt minden olyan tárgyat elmozdítani, vagy eltenni, ami tükröződés okozhatott volna. Ez megtörtént, a fények továbbra is fönn voltak a plafonon. És továbbra is fönn voltak a plafonon. Tehát gyakorlatilag nem tudod magyarázatot találni, hogy milyen fények vannak a plafonon? Hát nem. Mennyi ideig láttak ezt a fényjelenséget? Hát ezt a fényjelenséget sokáig. 5 percig tovább? Hát egy 20 percig biztos. Mégis mi a véleménye? Mi okozhat ilyen fényjelenséget? Találkozott-e már hasonlóval a munkája során, aki ilyenről beszámolt, vagy ilyentől megijedt, vagy ilyenről panaszkodott, vagy rendőrségen bejelentést tett, ilyen hasonló volt-e már? Most tudni kell, hogy kollégáim között ilyenről még nem hallottam, mert hát a kollégáim azok írtóreális emberek, és hát azért... Nem, és nyilván engem is hülyének néztek, ahogy elmondtam. Tehát ön is rendkívül szkeptikus a témában. Most, ha valaki azt mondja, hogy megjelennek a szobában ilyen fénygömbök, ilyen hologramok, elhinné most már? Ja. Hát mivel hogy saját szememmel láttam, hát kénytelen vagyok elhinni. Hihetetlennek tűnő jelenségek egész sora zajlik körülöttünk. Ezek nem kitalációk, és nem söpörhetjük le az asztalról csak azért, mert a jelenlegi ismereteink alapján még nincs rá magyarázat. És főleg nem bélyegezhetünk meg embereket, mert mi magunk még nem találkoztunk hasonlóval. Keresőnél tartunk. Volt egy, úgy tudom, egy görcsös rosszul léte, amikor orvost hívtak. Igen. Hogy zajlott ez le? Utána még mentő is volt ebből. Hogy zajlott ez le? Hát gyomorgörcsön volt, és ki lett hívva a körzeti orvos. Na most ő ki is jött, közben meglátta a magazint az asztalon, az UFO magazin akkori számát, és kérdezgetett róla is ebbe. Egy-két dolgot mondtam neki, ez január közepe körül volt. Igen. És a novemberi kongresszusról is lényegében, hogy megkérdezte, hogy mit írnak benne, és mondtam, hogy arról is beszéltem, arról a kongresszusról, már amennyit tudtam az újságból. És hát ezzel nem adott ő inekciót, valami görcsoldó, meg nyugtató az biztos, hogy volt benne, nagyon elkápultam tőle, de a görcsök nem nagyon szűntek, elment az orvos, és mikor később, szintén jó 2 óra múlva görcsöltem, újból ki lett hívva, és mikor kijött, vagyis nem ő jött ki, hanem kiküldte a rohammentőt, és közben, ahogy készülöttem, meg elindultunk, kérdeztem a mentősöktől, hogy most nőgyógyászatra megyünk-e, vagy
belgyógyászatra, és akkor mondják, hogy az Elma gyógyintézetbe. Nagyon ledöbbentem, és mondtam, hogy oda aztán egyáltalán nem, meg hogy mi jogom, meg egyszerűen meg is mutatták a papírt, hogy odaírta az orvos, meg az orvos, aki előzőleg kint járt önnél? Igen. Azért ő beutalót. Jött akkor második alkalommal, hanem ő írta a beutalót, és beküldött az Elma gyógyintézetbe. Na most a mentősök nem is tudták, hogy terhás vagyok, nem lehetett annyira látni. Akkor még gondolom a papíron sem szerepelt. Nem szerepelt a papíron sem. Holott én az előreti panaszok ebben kapcsolatosak voltak? Igen, ezzel kapcsolatban volt. Igen. Úgyhogy vissza is fordultunk, és nem mentem velük, még szerencsére. Azóta megszületett a kisbaba, és mindketten kitűnő testi és szellemi egészségnek örvendnek. Mentő, idegklinika. Sajnos elég sokan számolnak be ilyen élményekről, hiszen produkálják az idevágó tüneteket. Szorongás, félelem, beszélnek hozzá az idegenek. Ez valóban betegség? Egy szemtanú erről így nyilatkozott. Mielőtt pálcát törsz mások felett, legyen részed benne. Baranguljunk tovább az országban. A következő debreceni eset főszereplője le is jegyezte a vele történt különös eseményeket. Kikapcsoltam a tévét, és ilyen halk motorzúgást hallottam, ilyen finom motorzúgást. Kinéztem az ablakon, nem láttam semmit. Utána mentem be lefeküdni. És éreztem, hogy van valaki a szobában. Úgy valahogy a levegő, mintha megfagyott volna, ilyen rossz érzés fogott el, hogy van valaki a szobába. Felugrottam az ágyra, hogy ki az, ijedtem be. És akkor hallottam a fejembe a hangot, hogy itt vagyunk, itt vagyunk. És hát kik vagytok, kérdeztem. Az Ekulles bolygóról jöttünk. Mindig ilyen szaggatott hangon jöttek, igen, ezek a hangok? Igen. Picit még menjünk vissza, itt olvastam az iratokban, hogy volt egyszer itt az első alkalommal olyan, hogy valami hideg érzet, az hogy volt? Ez a hideg, hogy mikor érezte ezt a hideget? És hol? Másnap este lefeküdtem, és akkor az orrom alatt ilyen hidegséget éreztem, ilyen, nem tudom, hogy ilyen kámforszerű, vagy valami ilyesmi, ilyen hideg megütötte az orrom alját, és akkor hallottam ilyen kvartyogásszerű hangot a másik szobából, de már nem bírtam felkelni, és ilyen édesen elaludtam. Motorzúgás, szaggatott beszéd, hidegérzet, kvartyogó hangok. Hogy lehet az, hogy több száz kilométerre egymástól ugyanúgy mondják el ezeket az apró jellegzetességeket? Hallgassuk csak! Volt-e valami hanghatás? Utána nagyon sokáig nem tudtam elaludni, és ilyen halk kávédarálószerű zajt hallottam. Az emberiség hosszú időn át nem tudott azonosulni, igen, megkezdjük az evakuálást. Abban a szobában ilyen hideg érzés, mintha húzatba álltam volna, ilyen hideg. Az egész szobában, vagy főleg szob egyes pontjain? Pontján. Arra ébredtem fel, hogy körülöttem elkezdtek motymorékolni, nagyon sokan. Ez már nem lehet véletlen, de nézzük tovább a történetet. Úgy tudom, hogy vannak információi a Földön kívüliekről, hogy honnan jöttek, hogy hívják őket, meddig élnek. Erről közöltek önnel információkat egy alkalommal? Igen. Akkor azt lehet szóval elmondani? Azt mondták, hogy ők az Ekulesz bolygóról jöttek, a Pegasus csillagkép mellől, és ők 120 centi magas átlagba magasságuk, és 800 év az átlag életkoruk. Ő 320 éves, és van három asszisztense, aki 319 és fiatalabbak. Az ő életkoruk a velem életkornak felel meg, hogy szóval arányaiban. Igen. Volt egy olyan emlék is, hogy tényleg elvitték, és utána kitörései voltak, hogy... Igen. Ez hogy történt? Egyik este zuhanyoztam, és akkor elkezdték mondani, hogy
nem szabad senkihez se szólni, nem szabad senki után menni. Csak arra figyeljél, amit mondok. Körülötted nyüzsögni fognak, de te arra figyelsz, amit én mondok. Ilyen szövege, és hogy elmegyünk, elviszlek megmutatni a barátaimnak, ilyet hallottam. És féltem, nem mertem elaludni, de végül csak elaludtam. Reggel elmentünk anyukámékhoz, és akkor ott jött ki egy sok, hogy menjetek innen, hagyjatok békén. És utána az a sok úgy végződött, hogy ordítottam egy hatalmasat, és akkor utána megszűnt. Igen. És a kezem azt hangozta, azt kiabáltam, hogy a kezem. Azt mondták egyik este, hogy mikrocsipet ültettek az agyamba, és mindig tudják, hogy hol vagyok, és akárhova megyek, úgyis tudják. Szagmintáról is beszélgettünk már, hogy Leonéva, ez hogy igen. Történt ez? Egyik este éreztem olyan furcsa szagot, és akkor mondták, hogy ez szagminta. Hát az ő szaguknak a mintája, hogy teljesen más, mint a miénk, és nincs is ehhez hasonló itt a Földön ilyen szag. És miért ez? Mire tudod hasonlítani mégis? Olyan furcsa, csípős szaga van. Szóval olyan... Szúrós szagú van? Szúrós. Ilyen szavakat, rövid utasításokat kaptam, hogy nem mozogj, most fájni fog. Igen. És akkor felszúrtak valamit, valami víz is kerülhetett fel, úgy éreztem, valamit, mintha benyomtak volna, és utána rosszul lettem. Lefeküdtem, és éreztem, hogy fáj a csípőm, és akkor mintha beszúrtak volna, és akkor mondták, hogy a vesémből vesznek mintát. De ebbe az időben hiába kérdeztem, nem válaszoltak semmire, hogy miért, és miért csinálják. Nekem főleg az nem tetszett az a szó, hogy kísérleteznek, mert én nem vagyok nyúl, meg hát szóval tényleg a nyúllal se szabad az embernek, ez az igazság, de ez, hogy kísérleteznek egy élő szervezettel, ez egyáltalán nem tetszett. És azt mondták, hogy mint kísérleteznek rajtam, és ez nagyon felháborított. A nem mindennapi megpróbáltatások után a fiatalasszony önként jelentkezett az ideklinikán, mert tudni akarta az igazságot. Akkor még nem is sejthette, hogy mire vállalkozott. Mi történt a Kennedy kórházban? Úgy tudom, akkor végül is önszántából bement egy ilyen vizsgálatra. Igen, önszántából bementem, gondolod, végre akart járni, hogy igen. Tudni akartam, hogy tényleg megőrültem-e, vagy ez igaz. Igen. Hát eddig a pillanatig ön hogy ítélte meg a dolgokat? Bizonytalan volt benne, hogy ez igaz lehet, vagy nem? Mennyire volt eleve ez az élmény? Szóval, vagy csak annyira fantasztikus volt, hogy nem tudta eldönteni? Tudtam, hogy én úgy éreztem, hogy igaz, de azt is tudtam, hogy a beteg ember is úgy érzi, hogy igaz. Tehát volt ez a folyadékvesztés, ez nem álom volt. Ez nem álom volt. Jó, bemegyük a kórházba, ott mi történt? A kórházban meghallgattak, úgyhogy meg se hallgattak, csak már gondolom kategorizáltak valamilyen. Az első alkalommal volt egy ilyen beszélgetés, ön elmondta, hogy mik történtek? Igen, és annyira félreértették a dolgot, hogy olyan papírt töltöttek ki, hogy én tojásokat tojtam. Még ilyen szó volt. Szó volt tojásokról egyáltalán? Nem, szó se volt tojásokról, és nem érzem magam tyúknak se. Tehát volt egy beszélgetés, utána mi történt? Ezek után gondolom levogták a konzekvenciát az orvosok, és milyen kezelést kapott? Erős nyugtatókat kaptam, Leponexet. Úgy tudom, volt ebből problémája is. Igen, sőt, annyira
olyan gyógyszert is kaptam, amit lebénult a nyelvem. Igen. És folyt a nyálam. Na, akkor kaptam egy injekciót, egy ilyen elleninjekciót, hogy azt nem bírtam, mert az sok volt, és akkor azt mondták, hogy ezt is a földön kívüliek csinálják. Uh-huh. Így tettek. Mely ideig volt a kórházban körülbelül? Egy hétig, két hétig, tovább? Két hétig. Két hétig. Közben többször is megkérdeztek az állapotát, hogy hall-e ilyen hangokat esetleg? Igen. És hogy történt ez? Hallottam a hangokat, végig még ott voltam, de rájöttem, hogy első nap mondtam, hogy hallom, második nap is mondtam, hogy hallom, de tudtam, hogy ha minden nap azt mondom, hogy hallom, akkor sose fogok kikerülni. Uh-huh. És változtattam rajta. Volt itt szó egy búcsújnekcióra, amikor kiengedték. Az hogy volt ez? Amikor kiengedtek, kaptam egy búcsújnekciót, amit a csípőmbe kaptam, és az egy hónapig szívódik. És akármit csinál az ember, nem tud tőle megszabadulni. Minden nap szívódik, 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 és nem lehet tőle. És úgy próbáltam leküzdeni azt, hogy ne legyek gyenge, mert gyerekeim vannak, hogy ugráltam, és hogy az hamarabb akkor, hogyha mozog az ember sokat, és ugrál, és próbálja leküzdeni, akkor igaz, hogy egy nap többet, de hamarabb túl van rajta. Uh-huh. És milyen hatása volt erre az injekció egyébként? Milyen volt a hatása az injekciónak? Nagyon rossz hatása volt, csak úgy mentem, totyogtam, folyt a nyálam, és úgy mentem, mint egy tehát ennyire. Visszamenték kontrollra, ott mi történt? Kérdeztek ott valamit? Hogy van neki UFO-k? Mi a vélemény róla? Hogy zajlott ez? Igen, visszamentem kontrollra, és megkérdezték, hogy na, hogy látom most már a világot, vannak-e UFO-k? És én azt válaszoltam, hogy igen, vannak. Mm. És mi volt a reakció rá? Hát, csak néztek. És hogy utólag döntsem el, vagyis hát kategorizáljam magamba, hogy igenis beteg voltam, mert ez nagyon fontos és nagyon hasznos számukra, hogyha egy beteg tudja, hogy beteg. Ez a terápia most úgy tűnik kudarcot vallott. Nem hisz nekem senki, de nem hibáztatom őket, mert még magam is alig hiszem el, hogy ez megtörténhetett velem. Borzasztó kiszolgáltatottnak, tehetetlennek érzem magam. Következő történetünk főhőse talán nem is sejti, milyen szerencséje volt, mikor egy meseszerű éjszakai élmény után a kezében egy kis fekete kővel ébredt. Görcsösen szorítom a kezemben ezt a pici fekete követ. Miért is nem tudsz beszélni? Vagy talán ez a szerencséd? Így legalább te tiszta maradsz. Szorítom és érzem, egyre nehezebb itt belül. Ismerem a történetedet és tudom, hogy segítesz nekem. Te vagy a bizonyíték önmagamnak. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e olyan emlékkép, hogy esetleg bentyált az UFO? Arra nem emlékszem, hogy bementem onnan, hogy valahogy bekerültem onnan, tehát a bekerülés pillanatára. De van képem róla, igen. Le is rajzoltam többször is. Van képem róla. És milyen ez? Amilyen nagy böhöm kívülről, olyan pici volt ez a helység belülről. Tehát kívülről, mint én 30 méteres, az belül csak egy ekkora 5x5-ös méternyi szoba, jobban van kör alakú. Igen. Nem egészen kör alakú, mert volt egy sima, amit egyenes oldala. Igen. Ami a hátam mögött volt. Körbe-körbe végig futott egy ilyen pult. Milyen volt az alapszín rendtebb a helyiségben? Tulajdonképpen nagyon sötét volt benne. Igen. Az a fény, ami lefelé sugárzott a nyílásból. Igen. Milyen alakú volt a nyílás? Négyzet. Négyzet alakú. De tulajdonképpen fölfelé nem sugárzott a fény. Valami beszűrődött, tehát valamennyit lehetett látni, de elsősorban tiszta fekete volt minden. Mint a fekete üvegből öntötték egy darabból az egészet. Csillogott is?
Igen. Szóval annyira sima, fekete, mint a üvegből lenne. Na most ezen a pulton, meg a falon... Ez a pult hol volt? Körbe. Egyedül itt volt rajta egy egészen keskeny, talán 30 centis nyílás, ami mintha ajtó lett volna. Igen. De azt nem láttam, hogy ott ajtó van, csak ott valami nyílás volt. És a pulton, meg a falon, ott voltak kis apró, nem tudom mik. Mert műszernek sem mondanám, olyan, mint a fekete fogkrémmel valami krikszkrakszokat nyomtak volna a falra, és akkor ez egy olyan félkola, hát mint a fogkrém. Nem egységes egyszínű, hanem valami ábrák formák. Igen, de az is ugyanolyan fekete volt. Ben volt ebben az UFO-ban, úgy tűnik, ott volt egy személy, akit látott, aki például... Igen, a másik az, mintha itt lett volna ezen az oldalon, de az is csak úgy fél szemmel. És van-e még emlékép, mi történt még ott bent? Egy kép, amikor egy ruhát kellett felhúzni, meg levetni. A felhúzásnak és meg a levetésnek is csak a jobb oldalára emlékszem. Ugyanolyan ruha, mint ami rajtuk volt. De az nem olyan ruha, hogy van neki nadrágja, meg van neki felső része, vagy kesztyűje, vagy cipője, vagy akármi, hanem behozott az egyik egy hát körülbelül 2 méter magas, és olyan, hát mennyi az, egy tíz, széles lapot. Színe? Az egyik fele fehér volt, a másik fele fekete. De a fekete csak onnan derült ki, mikor kiderült, hogy ez ruha, ami a következő képen kell felhúzni. Ez a fehér réteg az egyik oldalán, ez olyan, mintha egy fekete bársonyt bekennének technokon rapiddal. De attól egy kicsit fehérebb, mert a technokon rapid átlátszik. Na most a ruhát úgy kell fölhúzni, hogy így beledugja az ember a kezét ebbe a fóliába, ami így ki van feszítve, vagy hát egy lap. És az rögtön rá tapad, mint kesztyű a kezére. De csak miután belebújt, nem az elejét a kezben, akkor elakad szinte. Az úgy nyúlik, vagy... Hát nem tudom, az valami olyan iszonyat... Sikerült belebújni végül is? Arra emlékszem, hogy a jobb kezemet beledugtam, meg a jobb lábamat, így bele kellett így lépni. De akkor az függőlegesen volt? Függőlegesen, igen. És akkor az valahogy úgy rám tett a bal oldalára, meg egyáltalán nem emlékszem. Igen. És akkor volt még egy kép, amikor ezt szedem le magam, de hogy az arcom, ami volt, azt se tudom. Hogy innen szedem le, és így szedem, amikor még belebújtam, akkor nem láttam, hogy ez olyan ragacsos. És amikor az ember lehúzza, akkor úristen, de úgy lejön a bőréről, ahogy a technokorapid is így egy darabban lejön, amikor rászárad is. És akkor úristen, milyen undor. És ilyenkor nem voltak kérdések, hogy mi ez, meg miért van? Nem ez? Tudom. Nem volt kommunikáció? Nem. Ilyenkor a sötét vagy, én nem is tudom. Ez csak olyan állóképek. Na. Tudom, hogy a földön ültem. És akkor volt bennem valami félelem érzet, mert a földön, ahogy ültem, az is olyan fekete volt, és nagyon sima, és úgy féltem, mert csúszott. És tudom, hogy rátapasztottam a tenyeremet a padlóra, hogy jaj, el ne csúszok, hogy az most billeget, vagy mitől éreztem, mert ha végig is valami stabilan áll, akkor nem csúszik az ember, hanem jaj, hát meg kell kapaszkodni, és akkor miben kapaszkod az ember, abban fényes, sima, akármi, az nem lehet kapaszkodni. Bent a járműben volt-e valami konkrét kapcsolat, elvétel, hogy közelebb mentek önhöz, vagy valamit csináltak, valami foglalkoztak-e konkrétan önnel, van erre emlék? Nem. Bár olyan pillanatképpen is van, hogy ahogy az a kis keskeny nyíláson, azon ki kellett menni. És tudom, hogy én is csak úgy tudtam kimenni rajta, hogyha oldalt fordultam, mert hát így valahogy keskenyebb az ember, és úgy fér ki. Hova? Akkor van egy olyan, hogy megyünk egy folyosón, ami úgy néz ki, nagy folyosó, legalább 2,5 méter átmérőjű kör az átmérője. A folyosónak? Mint egy cső. Mintha egy gégecsőbe mennénk, mert olyan volt a szerkezete, mint a porszívónak belül a gégecső. Belül mondjuk nem látom, de kívülük meg tudom képzelni, hogy néz ki belül. És ott kellett menni, előttem megy egy pasas. Ugyanilyen fekete. Igen, én meg megyek utána, és tudom, hogy nagyon nehezen lehetett menni. Akkor itt álljunk meg. Ön úgy érezte, hogy nehezen megy, de saját lábaival érezte. A saját lábaimmal megyek utána. Ment, az hogyan ment?
Hát ő is lassan ment, mert hát végig is egyszerre lépegetünk, de én úgy érzem, hogy állati nehéz menni, mintha vízbe gyalogolnék, vagy nagyon erősen fújna szembe a szél, és akkor... De semmi nem látszott ilyesmi? Nem. Valami sűrű közeg sem? Nem. Ott a fény milyen volt? Volt fény egyáltalán? Az világosabb volt, mint az a szoba, de... világosabb, de azért, mert azt hiszem a fal nem volt fekete, hanem az valami világosabb volt. És ezek közölték önnel, hogy kövesse ezt az alapot, hogy volt erről valami? Csak ez nem, ez csak az emlék, megyek utána, mert megyünk valahova. Igen. És itt akkor történt valami? És hogy honnan, hogy kiértünk-e valahova, arra nem emlékszem. Viszont azt tudom, hogy amikor mi másik kép, ezután, hogy egy homokos talaj, olyan, mint mikor a Dunaparton jár az ember, ahol járnak a hullámok, vagy egy, mit tudom, egy szigeten, ahol zátonyon, ahol lerakódott a, keményre lerakódott a homok, és vannak benne kövek. Milyen színű volt ez? Homok. Mert gondolom, már nem fekete volt még. Nem, a homokat, homokszínű, és is tele volt, és nem merek körülnézni. És nappali világosság volt? Nem. Azt nem mondom, hogy nappali világosság volt, de... Szóval lehetett látni, hogy az egy szürkés sárgás homok, szóval ott már színek is volt, aztán nem sötét volt. Na most arra van emlékép, hogy ezen a csövön végigmentek, és utána kiléptek valahol, vagy pedig nem. Ez külön darabokban van? Ez külön darabokban van. Pont az, hogy megyünk, olyan nehezen kell menni abba a csőbe, abba a folyosóba, de hogy hova? Te is van egy ilyen emlékép az, hogy ilyen homokos területen ön ott áll rajta? Igen, és előttem van az egyik pasas, és tudom, hogy a hátam mögött van a másik. Igen, de nem az meg is előzött egyszer, oda ment a másik, az nem tudom, mit csináltak, mert valahogy... Ugye ezek a feketék voltak? Igen, és akkor én fogtam, lehajoltam, és fölmeltem egy követ. Egyetlen egy követ. Az külön a homok. Az úgy félig, meddig... Hát, sok ilyen kül volt? Sok, tele volt minden. Minden milyen színű volt? Mindegyik kül fekete volt. De azért én azt titokba tartottam a markomba azt a kiskövet, és még arra is emlékszem, hogy egyszer valami miatt át kellett rakni a jobb kezemből a bal kezembe. És akkor ment a golyó, hogy atyám, hogy rakom át a másik kezembe, hogy senki ne vegye észre. Mekkora volt ez körülbelül? Zoli, mekkora? 3 centis, 4 centis kis kerek fekete kő. És tehát itt van egy emlékkép, ez hol végződik ez az emlék? Kész, pász, itt. További hasonlók? Más tájakon? Semmiféle más táj nem volt. Az ágyamba fekszem legközelebb. És mellettem van egy ilyen nagy világos, nem nagyon világos, ilyen fény akármi. Gömbszerű valami? Inkább olyan szilba magszerű. Vagy a térben? Vagy a falon? Az ágyon fekszem, bal oldalamon. Mit az ágy, itt az ablak van köztem másfél méter, és közte áll egy ilyen nagy, másfél méter magas, halványan világító. Micsoda? Milyen világos, csak egy sárga? Sárgás fényszínű valami. Most ekkor fekszik az ágyon, ébren van, és látja ezt a fényt? Igen, és akkor még tudom, hogy a bal kezemben van a kő. Ennek a hölgynek nem kellett pszichológushoz fordulni, mert Szilárd meggyőződése, hogy története nem álom volt. És ki tudja még, meddig folytathatnánk az esetek bemutatását. Az érintettek kilátástalanságát jól jelzi az UFO magazin júliusi számában egy olvasói levél utolsó néhány mondata. Nos, 46 évesen itt állok egy bezárt ajtó előtt. Nagyon szeretnék belépni, hogy megtudjam a valóságot. Kik és miért engem választottak valamire.